Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, szintén egy véleményvideó lesz, azaz azt fogjuk megbeszélni, miért szeretem én a Kitty Terminál emulátort. Gyakorlatilag mi az a Terminál emulátor? Az a kis programocska, amit megnyitsz és egy terminált kapsz. Itt nyilvánvalóan grafikus felületen tudod a terminálos parancsokat begépelni és használni. Mindenképp, és ez nagyon fontos, mindenképp hozzá szeretném tenni, hogyha neked heti, havi rendszerességgel egyszer-kétszer kell a terminál, akkor természetesen teljesen megfelel bármelyik terminál emulátor. Leginkább az lesz jó neked, amit a disztribútorod belerakott a disztribúciódba, hiszen igazi, erőteljes, nagy különbség ezen a szinten nem lesz. De hogyha már egy kicsit haladóbb, inkább úgy mondom jobban beállítható, kényelmesebben használható terminál emulátort szeretnél használni, akkor természetesen a Kitty egy jó választás lehet. Miért szeretem én a Kitty terminál emulátort? Nyilvánvalóan első körbe fel kell menni a Kitty oldalára, és elolvasni a leírást. Nagyon szépen megdicséri a saját munkáját a srác, és teljes mértékben igaza van, jól használható. Az első gondolat az, hogy ez egy gyors terminál emulátor. Miért mondom, hogy gyors? Mert gyorsan dolgozik, igen, gyorsan dolgozik, a legtöbb gyorsan dolgozik, illetve a különbségeket nem fogod te észrevenni, de ő azt csinálja, hogy a munka egy részét áthárítja a videókártyádra, annak a processzorára, és így gyorsabban tudsz végezni munkákkal, gyorsabban jelennek meg a dolgok. Ez alapvetően nagyon-nagyon kényelmes dolog, bár heti, havi egyszer használ terminálnál nem fog előtűnni, hiszen hogyha a terminálba frissíted a rendszeredet, lefut az a két-három parancs, akkor igazából ezzel nem kell foglalkoznod. Ami nekem nagyon fontos, és már mindenki sejti, hogy miről fogok beszélni, arról, hogy a szöveges beállító állománya átlátható, egyszerű és nagyon kényelmes. Gyakorlatilag minden beállítható ebbe, és egy egész korrekt megoldást használ a saját konfigurációs könyvtárunkba, a .config, rejtett könyvtár. Ha te ezt nem látod, akkor természetesen elő kell csalogatni a fájlkezelődben azt a lehetőséget, hogy a rejtett állományokat, a rejtett könyvtárakat is mutassa. Egy nagyon egyszerű kis fájlt kapunk, ami mindenhol ki van hashtagelve, tehát minden beállítás inaktív. Azokat a beállításokat kell aktiválnod, azaz a kettős keresztet, a hashtaget, kivenni a sor elől, és beírni a megfelelő értékeket, ha változtatni szeretnél, amin te változtatni szeretnél. Ennyire egyszerű. Ami nekem nagyon fontos, nagyon jól testre szabható a gyors billentyűzés. Tehát a gyors billentyűk beállítása nagyon hasznos dolog, és kényelmesen átláthatóan meg tudod oldani. Ez kiemeli a Kittyt a többi közül, és természetesen az is tetszik nekem, hogy nincs menüsora. A menüsor az, ami egy programnál ott fent szépen kirogatja számodra, hogy nézet, szerkesztés, ablak, sugó, egyéb, abból legördülő menüket kapsz, és ott válogathatod ki a dolgokat. Egy terminál emulátornál ez kényelmes, főleg kezdőknek kényelmes, de haszontalan, amikor már arra szeretnél koncentrálni, hogy te begépeled a parancsokat, te gyors billentyűvel beállítod, átváltod, konfigurálod és használod a terminál emulátort, akkor azokra a menükre nincs szükség, csak a helyet foglalják el. És nyilvánvalóan, mint bármikor, bárhol és bárkinél, nagyon fontos az, hogy minél több hasznos területet kapjál a monitoron, és ne egy-egy ikonsor, egy-egy olyasmi, ami abban a pillanatban haszontalan, foglalja el. Azaz, a Kitty nagyjából így néz ki. Gyakorlatilag a Kitty ugyanúgy néz ki, mint bármi más. Ezt becsukom, de ez a becsukás nem azt jelenti, hogy neked nem kell elolvasni a Kitty leírását, mert hogyha csak úgy használod, mint egy terminál emulátort, egy megszokottat, megnyitott, fut, beütögeted a parancsokat, és elvégzi a dolgokat, akkor igazából fölösleges volt ezt használni, fölösleges volt ezt feltelepíteni, hiszen azt a sok-sok jó dolgot, amit ő ad, azt nem fogod tudni úgy fejből kitalálni, hogy hogyan és miképp működik. Ami nagyon kényelmes dolog, és nem a működéshez tartozik, az, hogy nagyon gyorsan tudod a kinézetét megváltoztatni. Fontos! Higgyétek el nekem, fontos, hogy egy terminál emulátor ne úgy nézzen ki, hogy szürkén vannak a fehér betűk,
vagy mint nagyon régen zöld betűk legyenek fekete háttérrel. Nézzen az a terminál emulátor ki jól, főleg akkor, hogyha futtasz is benne valamit, legyenek szép színek, legyenek normális beállítások. Miért? Mert hogyha valamivel dolgozok, annak a kinézete befolyásolja a munka élményeimet. Itt villámgyorsan meg tudod változtatni a színeket, a szín összeállítást, háttér, előtérés, egyéb beállítás szintjén. Ezt azért emelem ki, mert sok esetben meg lehet változtatni a színeket, a beállításokat, de a konfigurációs fájlba. De hát nem valószínű, hogy valaki nekiáll állogatni a színeket, és beállítani, és utána visszatérni, dolgozni, és amikor esetleg más munkafolyamatot szeretne elvégezni, más színösszeállítást szeretne, akkor megint visszabattyogni a konfigurációs fájlhoz, és megint állogatni. Beütöd ezt a rövidke kis parancsot, és leenterezed, és megkapjuk ezt a kis választási lehetőséget, szépen lefele, fölfele nyillal tudsz navigálni, látod, hogy milyen lesz, valóban milyen lesz a Kitty, és hogyha valami megtetszik, leenterezed, megkérdezi, hogy mit szeretnél csinálni, igen, és utána a listából kiválasztjuk a módosítást, azaz megnyomom az M betűt, és ahogy lehet látni, értelemszerűen megváltozott a színe, egy kicsit másképp néz ki, mint előbb. Ami nagyon érdekes, és sok terminál emulátor nem tudja, ő meg tudja jeleníteni a képfájlokat, azaz, hogyha beírod, hogy Kitty, i-kat, és annak a grafikus fájnak, képfájnak a nevét, amit meg szeretnél jeleníteni, ő meg fogja neked jelenítetni, és lehet látni, a képet megjelenítette. Ezek a beépülő kis részecskék érdekesek, hasznosak, bevallom őszintén, alapvetően nem sokat használom. Én azért is szeretem a Kittyt, mert teljes mértékben ezen a téren is együttműködik a Rangerrel, azaz amióta a Kitty a terminál emulátorom a Rangerbe és egyéb ilyen grafikussabb, terminálosabb programba nem jelent gondot nekem a képfájlok, a nézőképek megjelenítése. Szuper kis dolog! Már az elején is mondtam, hogy aki havi egyszer-kétszer használja mondjuk frissítésre, vagy egy-két fájl törlésére a terminál emulátort, ő neki nem feltétlenül jó az, hogyha átáll a Kittyre, de át lehet, de nyilvánvalóan nem használja ki a lehetőségeket. De aki már többször használ terminált, és esetleg kettőt szeretne egymás mellett használni, azaz egyikbe fut egy akármi, a másikba fut egy akármi másik program, harmadik terminál emulátorba fusson egy harmadik program, végezzel a dolgot, párhuzamosan erőteljes gépeket használunk, esetleg egy frissítés mellett fájműveleteket is el tudunk végezni, esetleg tudunk egy-egy programot fordítani, lefordítani. A forráskódból ezekhez külön-külön-külön terminál emulátort megnyitni meg lehet. Természetesen meg tudsz akármennyi terminál emulátort nyitni egymás mellett, és utána 3-at, 4-et, 10-et egymás mellett használni. A Kitty és pár egyéb terminál emulátor készítője rájött, hogy akiknek ilyen elvont technomágusi gondolatai vannak, hogy terminált használjon, nekik esetlegesen egy terminál ablak, így pontosabb, mert hát nyilvánvalóan nem különálló terminálokat fogunk nyitni, egy terminál ablak nem lesz elegendő, de kitalálták azt, hogy hát bizony, ha nem elegendő, akkor adjunk lehetőséget arra, hogy több terminál ablakot egyszerre használjunk. Nagyon sokféle megoldás van, és én a Kittyt azért is szeretem, mert a három darab megoldást ő összevonta, és te tudod eldönteni, hogy a háromféle megoldás közül melyik az, ami neked a legkényelmesebb, melyik, ami a céljaidat szolgálja. Természetesen az első cél, hogy hát, hogyha egy terminál ablak, nem elegendő, nyissunk meg még egyet. Nyilván egy terminált meg tudsz nyitni a menüből is, vagy a start menüből, vagy ikonra kattintva, de a Kitty tervezője kitalálta azt, hogy tudjunk a terminálból is megnyitni egy másik Kitty terminál ablakot, ami Ctrl, Shift és N parancsal történik. Látható, egy teljesen különálló Kitty nyillott meg, amit én most jelenleg be is csuktam, azaz rögves tudsz röptébe munka közben, annélkül, hogy a billentyűzetről levennéd a kezedet,
elindítani egy másik terminált, amiben egy másik folyamatot el tudsz indítani, vagy esetleg a helpet, vagy a manuál oldalakat olvasgatni benne. Kényelmes, igaz? Kényelmes, nem egy Uber valami, de kényelmes. Igen, 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 mindenki tudja, hogy a szívem csücske az i3 VM, azaz ott is vannak ilyen megoldások, hogy fülecskés megoldásokat, tabbed megoldásokat is hozzá tudunk adni. Ez egy kényelmes dolog, azaz, mint a böngészőbe, különböző lapokat fogunk megnyitni, szintén a Ctrl-Shift és T, mint tab, megoldással megnyitottam. Mit láttunk? Itt alul nézzétek meg, két fül van. Ide beírom, hogy egy, átmegyek a másik fülre, oda beírom, hogy kettő. Oké. Logikus, fülecskék szerint el tudod rendezgetni a dolgaidat, azaz gyors váltással tudod váltogatni. Nyilván rákattintasz a fülre és odaugrik, ez egy kényelmes dolog, de terminálos munka közben nem feltétlenül az egeret szeretném tapogatni, szintén megoldották azt, nem egy nagy dolog, tehát ez egy logikus lépés. Ctrl-Shift, jobb, bal, jobb, bal. Oké, lépteted odébb füleket, váltasz, tehát a Ctrl-Shift és a jobb, illetve bal nyilacska lenyomásával tudsz váltani a fülek között. Nagyon kényelmes dolog, villámgyorsan 2-3-4-5, nálam van, amikor ennél több is, terminálablak nyitva van, és váltani tudok a feladatok között. Nagyon-nagyon-nagyon kényelmes megoldás. Oké, azt mondhatjátok, hogy persze, ez megoldható úgy is, hogy nyitunk több ablakot. Persze nem nagy dolog, hogyha Ctrl-Shift ennel nyitsz egy másik terminált. Ezt mindenki tudja, meg lehet másképp is oldani. De mi van akkor, hogyha egymás mellett szeretnék látni kettő darab terminált, mert az egyikbe a help van, a másikba meg dolgozni szeretnék. Természetes, és azt hiszem mindenki gondolja és sejti, hiszen az i3 VM-et emlegettem, hogy itt erre is van lehetőség. Megnyomom a Ctrl-Shift és az Enetert, és kaptam egy újabb ablakot. Van egy felső terminálom és egy alsó. Legyen a neve harmadik, jó, nagyjából rendesen, és akkor már van kettő darab ablakocskám ugyanabba a tab fülbe, ugyanabba a fülbe, és így már alatta, felette, de hogyha úgy gondolja, hogy mellette, tehát két függőleges, Ctrl-Shift-L, és akkor függőlegessé válik. Nézzük meg az érdekesség kedvéért, hogy oké, két fele el tudunk osztani, osszuk el három fele, Ctrl-Shift és Enter, a megszokott, értsük azt, hogy csempézés ablakkezelőben megszokott módon, rögtön kinyílik a harmadik kis ablakocska, harmadik fülecske, természetesen beállítástól függően mások lehetnek a gyors billentyűk, ezek az alap gyors billentyűk, amiket elméletileg, ezt hozzáteszem, mert előfordulhat az, hogy a kitti telepítésed konfigurációs állományába belenyúlt a disztribútorod és átállított itt dolgokat, de én azt mondom, hogy ezeket a billentyű kombinációkat kipróbálva ezeket a funkciókat el fogod írni, Ctrl-Shift és V, azaz az aktív terminál ablakocskát, kis ablakrész, kis csempét, Ctrl-Shift V-vel be fogod tudni csukni. A váltás közötte egyszerű, de szerintem ezt mindenki át fogja állogatni, mert megnyomod a Ctrl-Shift, és akkor az 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, tehát a sorszám, számértéket fogod benyomni, Ctrl-Shift és szám, azzal tudod váltani az aktív ablakot, hogy melyikbe szeretnél dolgozni. Itt is van lehetőség, nagyon kényelmes dolog, hogy van lehetőség a kettő kombinálására. Észrevehettétek, hogy nálam a fülecskék megvannak. Fülecskék megvannak, és egy fülecskét, egy tabot osztottam ketté három fele, mert nem vagy hozzákötve ahhoz, hogy csak ezt tudja és csak ezt lehet, hanem a kettőt kombinálni is fogod tudni. Azt kell mondanom, hogy ha valaki ezen kívül kitalál olyan gondolatot, ami ebben nincs bent, annak az igényei messze túl vannak a fölött, amit én használni szoktam. Amit ki kell emelni, és szerintem ez is egyértelmű, nem csak ezt a függőleges vízszintes osztást tudja, hanem be tudsz állítani pár darab olyan előre definiált osztási metódust,
ami számodra kényelmes. Itt van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab. Ezeket variálni tudod, természetesen a konfigurációs állományba tudod berakosgatni. Logikusan ezek között tudsz váltani, azaz függőleges, vízszintes és egyéb, ahogy az előbb látható volt, Ctrl-Shift-L gombbal tudod váltani ezeket a beállítási lehetőségeket, amiket a konfigurációs állományodba definiáltál. Még egy dologra szeretnék kitérni, az, hogy a telepítésnél figyelj oda. A telepítésnél érdemes odafigyelni, hogy bár általában a disztribúciód ezt a kitit adja, tehát natívan tudod telepíteni, érdemesebb a kinti install procedúrát a leírás szerint véghez vinni, mert ilyenkor a legfrissebbet fogod megkapni, és előfordulhatnak olyan hasznos fejlesztések, olyan hasznos beállítások, olyan konfigurációk, amiket a disztribútorod nem ad. Gyakorlatilag miről beszéltünk? A Kitiről. A Kiti egy terminál emulátor, mindenki használ, vagy az emberek nagy része használ valamilyen terminál emulátort, akinek elegendő az heti, havi, egyszer-kétszer használva, amit a disztribúciót ad, ő neki ez bőven meg fog felelni. Ha ezen túl szeretnél lépni, akkor már érdemes elgondolkodni egy fejlettebb, több funkciót jobban konfigurálható, és esetlegesen a gyors billentyűket teljes mértékben támogató, csempézős, ablakos megoldásokat adó terminál emulátor használatára. Ez bizony a Kitty, legalábbis a kedvencem a Kitty, mert ezen kívül azért van jó pár, de ilyen összetett variálási lehetőségeket, ilyen kényelmes, természetesen szövegfájl alapú beállításokat a Kittynél találtam meg. Többet kipróbáltam, Alacritit, egyebeket, de én letettem a voksomat jelen pillanatban 2024. január közepén, arra, hogy a Kittyt szeretném én használni. Nagyon megbízható, nagyon kényelmes, egy kis igazítást a gyors billentyűk kívánnak, hiszen angol gyors billentyűkre van beállítva, ami esetleg magyar billentyűzeten nem olyan kényelmesen elérhető. Köszi szépen, hogy meghallgattatok, és mindenkinek jó terminálozást, terminál emulátor használatot kívánok. Sziasztok, sziasztok!